A projektum keretében jelenleg folynak a város tulajdonában lévő épület felújítási munkálatai. A város központjában található épületen teljes felújítást végeznek, tetőcserét, illetve a homlokzat és a belső helyiségek felújítását. A célunk, hogy a magyarországi hallgatók megismerjék Nagybecskereket, városunk gazdaságát, illetve hogy a mi hallgatóink megismerjék a magyarországi kis- és középvállalkozásokat, és tapasztalatot, ismerettségeket szerezzenek, amelyek segítségével később még jobb eredményeket érhetnek el. A nagybecskereki munkálatokkal egyidejűleg Murahalmon egy új épület felépítése kezdődött meg, ahol a projektumban résztvevő nagybecskereki hallgatókat szállásolják majd el. Az a projekt nagyon fontos a két ország együttműködése szempontjából. Ilyen jó a helyzetünk még úgymond soha nem volt, és ezt megalapozván tartjuk mi is nagyon fontosnak, mint Nagybecskerek is fontosnak tartja, az, hogy a fiataljaink tapasztalatot cseréljenek, megismerjék mi nálunk a munkakörülményeket, és itt is a mi fiataljaink is megismerjék a munkakörülményt. Az ösztöndíj program keretében 17 nagybecskereki és murahalmi egyetemista kap lehetőséget, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek. A 6 hónapon keresztül fog tartani annak érdekében, hogy huzamos időn keresztül a határ túloldalán lévő működő, jó példát fölvonultató kis- és középvállalkozásoknál tudjanak gyakorlati tapasztalatot szerezni, és ugyanúgy a KKV-k pedig a fiatalok által hozott tudást tudják a saját szervezetekön belül hasznosítani. A projektum 2020 novemberében kezdődött a beszerzési eljárásokkal. Az ösztöndíj program pedig novemberben veszi kezdetét. A projektum összértéke 862 000 euró.